Na, szevasztok emberek, Lali beszél, ez pedig a 2010-es év első Lali's Games epizódja, ahol a Civil War Secret Missions nevű játékot mutatom be, ami kiegészítője egy Civil War Nation Divided nevű játéknak, és úgy volt, hogy eredetileg ezt akarom bemutatni, viszont egy aprócska kis malőr megakadályozza ezt, nevezetesen, hogy lószart se látok a játékból, ugyanis ez a kis drága nem nagyon szereti a GeForce GT videókártyákat, úgyhogy hiába patcheltem, hiába telepítettem drivereket újra, DirectX-et, egyszerűen nem akar menni, és amit látjátok ilyen formájában, abszolút nemhogy bemutatni nem lehet, még játszani sem nagyon lehet vele, pedig szerintem nem lehet egy olyan rossz játék. De nem, egyszerűen ezt nem tudtam megoldani, és nagyon sajnálom, aki tud megoldást, szívesen várom. De maradjunk csak az eredeti elképzeléseknél, és a Secret Missionsről beszéljek. 2008-ban adta ki az Activision, eredetileg PlayStation-re és Xbox-ra is kijött, a PC-s verzió nem volt annyira a fő célok között, de szerencsére kijött ide is. A játékot a Codron fejlesztette, erről mindjárt lesz pár szó, illetve ez a History Channel nevű bizbasszal van fémjelezve. A Codronról annyit kell tudni, hogy ez egy Szlovákiában székelő fejlesztőcsapat, olyan játékokat köszönhetünk nekik, mint a Chaser, a Knights of the Temple 2, Gene Troopers, illetve a Soldier of Fortune Payback. A History Channel pedig egy ilyen történelem népszerűsítésével foglalkozó társaság, egy pár ilyen játékba beleépítettek ilyen történelmi dolgokat, de majd meglátjátok, miről beszélek. Tehát ilyen maga a játék, ez a főképernyő. Válasszunk egy profil gyorsan. Igazából a menü egy letisztult, egyszerű valami, semmi extra. Ez alól kivétel a küldetésválasztó képernyő, amit szerintem baromira eltaláltak. Szóval ilyen jó küldetésválasztó képernyővel nagyon régen találkoztam. Ezek a régi fotók, illetve archív felvételek a háttérben, ez hihetetlen jól eltalálták az egészet. Figyelmesek vagytok, észrevehetitek, hogy mindösszesen 10 pálya van a játékban. Úgyhogy ez elég kevésnek tűnik, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük az első pályát, természetesen normálon. És itt nyilvánul meg a History Channel közreműködés az egészben, minden pálya előtt kapunk egy ilyen kis történelemleckét, ahol megtudjuk, hogy ki, miért, hogyan és hol csinált mit. Igazából egy jó hátteret biztosít a pályának, és beleéled magad, hogy ezek a történéseknek a része leszel. Na de kezdődjék is a pálya, felrúgdosnak minket álmunkból, itt panaszkodnak a lőszer miatt egyébként, ők mondják, hogy minden lövésnek találnia kéne, de ez hülyeség, ugyanis mindjárt látjátok. És hát lőjük a kékruhás uniós katonákat, az északiakat, mi pedig jelenleg déli konfederációs katonákat testesítünk meg. Ez a része egy kicsit unalmas itt az elején, ugyanis csak ezt a templomot, amiben vagyunk, ezt ostromló katonákat kell jobb létre szendelíteni. És itt van a lőszeres mizéria, tehát 1, 2, illetve 3 lőszeres doboz is található. És ami a legnagyobb poén, hogy ezek újra is teremnek, tehát gyakorlatilag végtelen lőszered van, nem tudom miért picsognak ennyire a lőszer miatt. Lehet, hogy a valóságban nem így volt, de akkor csinálják meg a játékot is így. Nos, ha lelőttünk egy csomó katonát, akkor kapunk egy újra egy ilyen bejátszást. És szerintem egy kicsit hosszú gameplay összeállítást fogok mutatni, hogy kedvet kapjatok magához a játékhoz, illetve a videó további részéhez. Jó szórakozást hozzá! Like you.
Ej, ha egy kicsit hosszúra sikeredett, de szerintem legtöbbeteknek meghozta a kedvét a videó folytatására, úgyhogy aki itt van, annak még mesélnék a játékról kicsit részletesebben. Szerintem aki betölti a játékot, annak először mindenképpen a grafika fog szembe tűnni. A grafika a Soldier of Fortune Payback grafikai motorján alapszik, ami már ott is gyönyörű volt, de amit itt műveltek, hát az valami hihetetlen. Azon túl, hogy a fegyverek kidolgozása, a fényárnyék hatások és gyakorlatilag a karakterek is tökéletesen meg vannak csinálva, azon túl az kis apró részletek, meg úgy összességében az egész grafika megadja ezt az észak-amerikai hangulatot. Kisvárosok, hegyvidékek, ilyen erdőségek vannak, itt pedig egy, hát nem mondom falunak, ez egy vidéki város, kukoricaföld mellett, és hihetetlenül bele lehet élni magadat ebbe a környezetbe. Vidéki gyerek vagyok, bele tudom élni magam az ilyen környezetbe. Úgyhogy, opá, babhányást tettek az uniós katonák. Az a felső meg is penészedett. Hát nem hiszem, hogy porcukrot szólt volna rá az a kis fehérség, ott inkább penész. Kukoricaföld mellett haladunk el, és igazából nagyon jól meg van csinálva a grafika, nem tudom tovább dicsérni. Szinte érzi az ember, hogy az árnyékban itt is hűvös van. Hú, nem tudom, hogy mondjam. Bele lehet kötni, persze, hogy a víz úgy néz ki, mint hogyha zseléből lenne, illetve a tűzefekt sem valami kiemelkedő, de most minek szemét kedjek, mikor olyan grafikát kapok, hogy kop, leesik az állam, és fú, egyszerűen nem tudom tovább dicséri, na, abba is hagyom. Úgyhogy nézzünk egy érdekesebb dolgot, figyeljétek meg a parancsnokot, hogy váltakozik. Először ilyen hosszú pajeszú fazon volt, aztán újraindítjuk a pályát. Na, itt már a többi katona is megváltozott, illetve itt már egy ilyen kis cingárabb fazon van, baseball sapka-szerű sapiban. A harmadik nekifutásra meg már egy teljesen másik koma van, marcon a jobb oldali katonával. Ez szerintem jó, mert nem látjátok rá kétszer ugyanazt a pofát, hogyha játszotok a játékkal. Itt pedig a papírvékonyságú barackfát láthatjátok, ahol hát barack is van. Fú, de gagyi. Még egy érdekes színfoltja a játéknak ezek a általam papírmasé katonának nevezett kis lények. Igazából ezek nem játszanak szerepet a küldetésben, csak ilyen színesítő elemek, nem is tudod lelőni őket, előre programozottan halnak meg. Elesnek egy fűszálban, ahogy a mondóka asszociál János bácsival. Tehát ágyúval, puskával nem tudod lelőni őket, de igazából úgy néznek ki, tényleg, mint hogyha papírból lennének. Kicsit érdekesen is mozognak, de na, hagyjuk is őket. Nos, hát az első videó egy ilyen kis kezdcsináló volt, a részletekért nézd meg a következő részeket, minden jót nektek, szevasztok! És már most mondom, hogy megelőzzem a 250, hol töltötted le kérdést, mondom, hol töltöttem le, figyeljetek, internetről, kereső, legyetek kreatívak, szevasztok!